úgy gondolom, hogy a múlt szezon zárásaként a bajnoki aranyérem az szó szerint bearanyozta a 2017-18-as szezonunkat, viszont ugye mind a szakmai stáb, mind a klub felé egy óriási elvárást támasztott a jövő szezon kapcsán. Mert hogy megvédeni a címet talán még nehezebb, mint megszerezni, márpedig a MOL Pik Szegednek ez lesz a feladata a 2018-2019-es szezonban. A klub bemutatta 6 új szerzeményét, ezzel pedig elkezdődött az új évad. A szurkoló körében talán a legnagyobb izgalmat Deán Bombács visszatérése okozta. I closed the Facebook for 2 days. I'm really happy. Láttam a reakciókat az interneten, ki kellett kapcsolnom a Facebookomat 2 napra. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, karrierem legjobb 2 évét töltöttem el itt. Ez egy remek klub, egy remek város, ami nem utolsó sorban a családom miatt is fontos szempont. Az ősi rivális Telekom Veszprémtől érkező Mirko Alilovic szerint a tavalyi bajnoki cím idén még nagyobb sikerekhez segítheti a csapatot. Tavaly megtörte a Szeged az átkot, azt hiszem fogalmazhatok így, és a fiatal játékosoknak ez nagyon fontos volt, hogy megtudják, hogyan kell trófeákat nyerni. Ehhez társulnak azok a tapasztalt srácok, mint Makeda és Kanyeyas, akik már mindent megnyertek a kézilabdában. Úgy gondolom, sokat fejlődhet a csapat, és még a tavainál is sikeresebb szezont produkálhatunk. Vasárnap délután immár 4. alkalommal indult piknikkel a szezon. A kék szurkolók előzönlötték a Széchenyi teret, ahol például célbadobással, lövőerőméréssel készült a klub, és persze a drukkerek találkozhattak kedvenceikkel is. A fiatal érkezőknek nagy lépés lesz az új szezon, Nick Henningman pedig üzent is a szurkolóknak. Gyertek ki minél többen a csarnokba, és legyetek ti a csapat 8. tagja a pályán. Ez lesz a legfontosabb szezon a karrieremben. A bajnoki címért fogunk küzdeni, és a bajnokok ligájában is nagy terveink vannak. Szerintem nagyon jó csapatunk lesz, az új, tapasztalt játékosok biztosan sokat segítenek a címek elhódításában. A könnyed vasárnap délutáni piknik jó hangulattal nyitotta meg a szezont. A csapat Szlovéniában fog egy hétig edzőtáborozni. Juan Carlos Pásztor tanítványai augusztus 8-án szerdán 17 órakor játszanak hazai pályán. Ekkor edzőmeccsen fogadják a Budakalász együttesét.